Ezer éve. Kerülj beljebb. Egy házi buliban beszélgettem egy ismerősömmel, aki feltette nekem azt a kérdést, hogy mi van velem. És ez nem egy ilyen általános kérdés volt, hogy mi van velem, hanem komolyan érdekelte, hogy mi van velem, mert mondta, hogy látja, hogy miket osztogatok meg, és hogy nem igazán tudja összerakni a képet, úgyhogy úgy döntöttem, hogyha ő sem tudja, akkor ti végképp nem tudjátok, úgyhogy beszélgessünk. Szóval mióta nem beszéltünk, azóta megtanultam snowboardozni, ami egy tök jó kis túra volt a Hargitában tavaly év elején, és tök büszke vagyok magamra, mert tanár nélkül, bár nagyon erős haveri segítséggel, de 3 nap alatt megtanultam lecsúszni a piros pályán, ami szerintem tök jó teljesítmény. Aztán tavaly meg volt életem első olyan nyaralása, amit én szerveztem. És ez tök durva, mert hogy ez volt az első olyan, amit tényleg én szerveztem. Eddig csak olyan nyaralásokra mentem, amit valaki más megszervezett, vagy becsatlakoztam valahová, és tök durva volt látni azt, hogy én is képes vagyok ilyenre, és ez tök jó ilyen megágyazás volt az izlandi útnak. Bár aki az alatt a videó alatt fröcsögött, az nyilván most hevesen tiltakozik, hogy azért még tanuljam ezt a nyaralás szervezés dolgot. Aztán ugye Izlandot tudjátok, de hogy így beleöttem az utazásokba, mert idén már voltam Prágában haverokkal, illetve Görögországban is, és ez mind olyan élmény volt, ami megerősítette bennem azt, hogy érdemes ezekre pénzt áldozni. Én mindig az az ember voltam, aki úgy voltam, hogy fú, hát a pénzt az jól a technikába fektetni, meg munkába, meg fejlesztésekbe, meg ilyesmi, és durva látni azt, hogy mennyi mindent ad az, hogyha kicsit úgymond magadra költesz, és a lelkedre. Na de ami a legfontosabb, és ami miatt most ti is itt vagytok, úgy másfél évvel ezelőtt elköltöztem. Egy költözés, mármint az, hogy az ember hol él, az alapból egy komoly dolog, de az én esetemben ez egészen más, hiszen az én lakásomat nagyon-nagyon jól ismeritek így a kamerán keresztül. És szoknom kell azt a dolgot, hogy az életemnek azon időszaka lezárult, és most jön egy másik, ahol megint helyt kéne állnom, és megint föl kéne vennem a fordulatszámot. Meséltem már sokat, hogy milyen hatással volt rám az a régi lakás, én nagyon szerettem a hangulatát, annak ellenére, hogy sokan fújoltak rá. Kamera szempontjából nagyon hálás volt ez a közeg, és tényleg akárhová tetted le a kamerát, valahogy volt a felvételeknek lelke. És szeretem ezt a lakást, jó itt lakni, viszont ha megnézitek ezeket a fehér falakat, így tök lapos az egész, és kicsit olyan lélektelen. Bármennyire próbálom berendezni, de itt most jelenleg csak lakom és nehéz forgatni, akármennyire mond ellent ennek az egésznek az, hogy most itt ülök és beszélek. Ez most egy olyan szituáció, hogy nincs más hely, ahol ezt tudnám csinálni. Ezt költözésnél mind figyelembe vettem, de azt tudni kell, hogy bennem volt már az, hogy 30-hoz közelítek, és a régi lakásban az öcsémmel laktam, és igazából azt mondhatjuk azt, hogy a mi lakásunk volt, úgyhogy elég komoly döntés volt az, hogy mindettől megszabaduljak. Úgyhogy fölcsaptam a laptopot, hétfő elkezdtem keresgélni a lakásokat, egy-kettőt bedobáltam így a tetszik mappába, és szerdán már jöttem háznézőbe, és már nálam volt a kaució, és be is fizettem, és igazából költöztem is. És én hallottam a rém történeteket arról, hogy valaki hónapokon keresztül keresi a lakást, és hogy nem tudom mennyi helyszínt megnézett már, és egyik se tetszik neki. Nálam ez valahogy nem így volt. Az izlandi videóban is mondtam, hogy én nagyon megérzés alapon működök, és itt volt egy megérzésem, és egyébként nem csalt túl nagyot, hiszen nagyon jó környéken vagyok, nagyon jó a levegő, van egy saját kert, oda néz az ablakom, és csend van, és nyugalom. Ez tud egy kicsit visszás is lenni, hiszen annyira csend van itt ezen a környéken, hogy az egyetlen zaj, az mi vagyunk a lakók. És én szoktam hallani a szomszédot, ami azt jelenti, hogy ő is szokott engem hallani, és valószínűleg most is hallja, hogy beszélek, és ez nem segít a komfort érzetemen, de hát erről szól a videózás, hogy ezeket legyőzzük. A költözés egyébként kész tortúra volt, hiszen abban az időszakban nagyon sok forgatásra jártam, és nehéz volt összeegyeztetni a dolgokat, de volt egy szabad nap, én oda besűjtettem mindent, az internetet, az IKEA-t, a költöztetés, mindent, és átszervezték a naptárat, és nekem meg kellett oldanom, hogy akkor valahogy ez a kettő tudjon együtt működni, és sikerült mindent átszervezni. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy költöztetőt kellett hívnom, mert az eredeti terv az volt, hogy barátok fognak segíteni, de emiatt az egész borult.
No már most nekem nincsen nagy tapasztalatom költöztetés terén, beírtam a Google-be, hogy én költöztetőt keresek, találtam egy céget, fel is hívtam őket, meg is beszéltük mindent, és jöttek, és az a nap egy pokol volt. Kész pokol. Én minden cuccomat összepakoltam dobozokba, meg próbáltam úgy készülni, hogy tényleg a lehető legkisebb munka legyen így a költözés, viszont ők már azokon vették, amit egyébként előre jeleztem, hogy én negyediken lakom, és hogy a liftet nem fogjuk tudni használni, mert túl pici. De ők ott puffogtak, hogy hát ez nem jó, hogy a mosógépet le kell hozni, meg minden, ez a mosógép, ez még érdekes sztori lesz. De még érdekesebb az, hogy én vettem költöztető dobozokat, nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy jól le legyenek zárva. Ennek ellenére sikerült az egyik költöztetőnek kiborítani az egyiket, és... Hát azt láttam, amikor kiléptem az utcára, hogy az egyik hangfalam így pattog a földön, és az összes cuccamot hever a kukák mellett. És nyilván ők sűrűn bocsánatot kértek, de mondjuk, hogyha ez az a doboz lett volna, amiben mondjuk a Winchestereim vannak, akkor lehet, hogy nem érem be egy fanyar kis vigyorral, hanem akkor az nagyon érzékenyen érintett volna. Mindegy, elindultunk, aztán belekeveredtünk egy ilyen konvojba, ami miatt az Andrásit lezárták úgy 20 percre, ami miatt így nem lehetett áthaladni rajta, úgyhogy az a 20 perc az pont ahhoz adódott hozzá, hogy megkezdjünk egy újabb órát, és akkor én még többet fizessek, de lényegtelen, én már csak meg akartam tőlük szabadulni, de a habatortán az volt, amikor hozták be a mosógépemet, akkor valahogy a kis fürdőbe beakadt a mosógép a csap meg a WC-k közé, valahogy ott volt a munkás csak a keze, aki erre elengedte, és erre letört a mosógépnek a fedele, és onnantól kezdve használhatatlan volt, de nem akartam akadékoskodni, mert valahogy olyan arcoknak tűntek, akikkel én nem akarok vitázni, főleg nem azért, mert tudják, hogy hol lakom. Úgyhogy én itt ültem egyedül a lakásba, és a világ legnagyobb nyomorultjának éreztem magam, és feltettem magamnak a kérdést, hogy erre úgy mégis mi szükség volt. És ezen nem segített az, hogy közben a forgatások miatt nem tudtam összeszerelni a bútorokat, tehát ilyen dobozhegyeken ültem. Gyakorlatilag heteken keresztül. Annak örültem, hogy az ágyat egyáltalán össze tudtam rakni, és büszke vagyok rá, mert elvileg ez ilyen két emberes meló lett volna, de egyedül megoldottam. De aztán berendezést követett, átrendezést, és így kezdtem megszokni ezt a helyet, meg kezdem megszokni, és tök durva másfél után azt mondani, hogy még mindig szokom, de jó érzés, hogy ezt az egészet így magam raktam össze. Összesen 3 bútor volt itt a házban, minden mást én hoztam ide, én rendeztem be, és tök durva volt, hogy mit tudok kihozni egy ilyen üres térből. Nekem nagyon fontos volt, hogy otthonos legyen, és bár nehéz elkerülni, mert árban tökre jól megéri, de hogy próbáltam úgy berendezni a lakást, hogy ne tűnjön ilyen IKEA katalógusnak, azért van egy-két IKEA-s bútorom, de összességében talán sikerült így egyedi arculatot kölcsönözni a helynek. Na már most lelki szempontból fontos, hogy nyilvánvalóan terveim voltak ezzel a lakással. Olyan terveim, hogy akkor most végre egyedül vagyok, tudok alkotni, tényleg saját időbeosztásom van, nem kell senkihez se alkalmazkodnom, ha arrébb rakok egy szeruzát, az másnap ugyanott lesz, és azt hittem, hogy ez segíteni fog abba, hogy kicsit beinduljon az alkotói folyamat, de kiderült, hogy nem a lakásban, vagy nem a környezetben volt a hiba, hanem bennem. És ez tök durva realizálni így másfél év után, hogy már nem lehet tovább halogatni a dolgokat, és igenis arról van szó, hogyha én nem változok meg, akkor változtathatok akármit így a környezetben, a dolgok ugyanúgy fognak tovább menni, mint azelőtt. És ez egy fontos felismerés volt. És fontos felismerés volt az is, hogy beszélgettem olyan emberekkel, akik hasonló tevékenységben dolgoznak, mint én, csak sokkal több mindent elértek már, gondolok itt egyébként VR Pistire vagy Nessájra, és ők nem is gondolják, hogy egy-egy mondatuk mennyire fontos számomra. És nem csak azért, mert hogy nekik sok követőjük van, hanem ők pontosan értik azt, hogy milyen ezt csinálni, és azért ilyen sikeresek, mert ők tudják, hogy hogyan ugort meg ezeket a buktatókat. És ez a videó nem azért készül, hogy azt ígérgessem, hogy most sok videó lesz, meg minden megváltozik, szimplán csak arról van szó, hogy kicsit beszéljek veletek, mert ha én ezt a dolgot szeretném folytatni, és szeretném komolyan venni, már pedig nagyon szeretném komolyan venni és folytatni, akkor ahhoz az kell, hogy ilyen dolgokról beszélgessünk. Úgyhogy lesznek még ilyen videók, meg lesznek ilyen elborult művészkedések is, tudjátok, amiket annyira szeretek. És ennyi. Eltelik másfél év, és elfelejtem, hogyan kell lezárni a videót.